legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol TV szolgálatában bekapcsolódtok a mai szentmise ünneplésébe. A mai szentmisénket elhunyt Sándor testvérünk lelki üdvért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, ha mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A hűtlen népet prófétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek. Így talán megkönyörül az Úr, a seregek Istene, József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hizlalt állatokból mutattok be. Vidd el előlem énekeit zaját, hárfát zenéjét, meg nem hallgatom. Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Ez az Isten igéje. Az igazság igéje által, hogy a teremtmények első zsengéje legyünk. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő,
már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertés konda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertés kondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket. Mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és oda veszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban, sok szempont felvetődik a mai evangélium kapcsán is, amin el tudnánk közösen gondolkodni, nyilván a sokból néhányat kell kiemelnünk, mert hiszen minden nap az ige liturgiából valami konkrét üzenetet szeretnénk kiemelni, mint egy lelki útravalót a nap számára. Legyen ez a lelki útravaló a mai napon, Jézus hatalma a rossz fölött. Gondoljunk erre a mai napon, hogy Jézus, aki a gonoszt távol tudta tartani, kiűzte az ördögöket, betegségeket gyógyított, meggyógyított minden betegséget és bajt, amikor a lelkek java ezt kívánta, és végül legyőzte a keresztfán a sátánt. Hatalma van a rossz fölött Jézusnak, és mi napi küzdelmeinkben, amikor akár egyéni szenvedélyeinkkel, bűneinkkel, visszatérő hibáinkkal küszködünk, Jézushoz fordulhatunk, és olyan szép Szent Pió atyának, illetve Szent Faustina nővérnek is hasonló fohásza, hogy Jézusom, bízom benned, vagy Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Ez éppen erre irányul, hogy az erős Istenre tekintünk Jézus Krisztus személyében. A régi gondolkodásban minden betegség összekapcsolódott a régi felfogás szerint a démonoknak, gonosz lelkeknek működésével. Éppen ezért az ördög űzés is gyógyításnak, a betegség forrása, kiiktatásának számított. Jézus így tette ördögűző csodáit, de nyilvánvaló az is, hogy létezik mind a mai napig ördögtől való megszállottság, ami nem pszichiátriai vagy egyéb ilyen lélektani kérdés csupán és lélektani betegség, hanem valóban a gonosznak hatékony működése vagy eluralkodása egyesek fölött. Arra is figyelmeztetést kapunk éppen, amikor a napi küzdelmeinkre igyekszünk most figyelni és ehhez erőt kérni, hogy ez a harc minket is jellemez akkor is, hogyha nem kifejezett és sajátos értelemben vett megszállottságra gondolunk, hála Istennek, hogy ettől megkímél minket a jó Isten, és mi magunk is ugyanakkor tudjuk, annál inkább lesz úrrá rajtunk a gonosz, minél inkább a saját szabad akaratunkból engedjük őt be a lelkünk hajlékába. Ezért valóban a személyes napi küzdelmekben ezt a személyes harcot kell magunk elé állítanunk.
És amikor a mi erős Istenünkre tekintünk az Úr Jézus személyében, akkor a gonosz hatalmát is és annak erejét is mérlegelnünk kell, hiszen az a csoda történet, amit most hallottunk az evangéliumban, éppen arról számol be, hogy egy egész sertés konda a vesztébe rohan, amikor a gonosz lelkeket a megszállottakból Jézus kiűzi, és elpusztulnak. Ez is talán jelképes is, hiszen a zsidóság nem fogyaszt sertéshúst, és nem tartozik a tiszta állatok közé. Éppen ez is egy üzenet az evangéliumban, hogy Jézus minden tisztátalant távol tart tőlünk. Nem az ételekben, mert aztán az új szövetség szemléletében már nincs tisztátalan étel, mert nem az szennyezi be az embert, ami kívülről megy az emberbe, mint egy étel, hanem ami a belőle kijön, a szívéből fakad, vagyis a személyes szövetség kötés a rosszal, a gonosszal, ez az, ami tisztátalanná tesz minket. De itt ennek is hangsúlya van, hogy ezek a korabeli felfogás szerinti tisztátalan állatok is mind elpusztulnak, a gonosz a tóba hajtja őket, és elpusztul az egész konda. A napi harcainkhoz kérünk erőt, segítséget az Úr Jézustól, kérjük a tisztasághoz való ragaszkodás, a személyes harc megerősítésének kegyelmét, hogy tiszták legyünk, tiszták maradjunk, és mindig az erős Jézus Krisztus, az erős Isten oldalára álljunk. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass minket! Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat, azt és a szerzeteseket, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass minket! Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Sándor testvérünknek, akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és a boldogító Istenlátást, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé. Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 226-os éneket. Yeah.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Egyházának. Istenünk, Te a szentségi jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úr. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az uttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat, szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. És ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsonna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsonna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte elvagyunk feltámadásodat, amíg el nem lesz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét,
Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel együtt, örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak Te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen is bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki érsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Szentáldozás közben a 126-os éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, otthonaitokban a velünk imádkozó, a Szentmisében most bekapcsolódó testvéreink lelki áldozásban részesülhettek, ha tiszta szívvel és méltóképpen és méltó előkészülettel fogadjátok az Úr Jézus látogatását, imádkozzátok velem a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, a mi Urunk által. A Jóisten áldását kérem rátok a mai nap küzdelmeihez, hiszen Jézus, az erős Isten oldalán állunk, aki minden betegséget és minden bajt tud orvosolni, így a mi küzdelmeinkben is mindig velünk van, hogy a jó, a tisztaság, a szeretet győzzön bennünk az életünkben. Gazdagréti testvéreimre, a jelenlévőkre, és otthonaitokban velünk együtt ünneplőkre most így kérem az áldást, és majd végezetül elénekeljük a 168-as számú éneket. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála! Szent Mihály Arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, Yeah.